10% körül alakulhat a 2010. évi magyar GDP növekedés. Ez összesen 2%-os gazdasági növekedés különbség a tervezett költségvetéshez képest. Ez további 1%. Bármilyen nehéz is kimondani. 2009-ben a 2010-es magyar költségvetést egy 3%-os fekete lyukkal, csalással tervezték meg. Ez volt az az ok, ami miatt az új kormánynak bizony nagyon kockázatos, sőt brutális bankadót és válságadókat kellett bevezetnie. Igen, tisztelt képviselőtársaim, végezetül engedjék meg, hogy elmondjam, hogy mind a három világgazdasági gazdaságtörténeti sikersztori. Az Egyesült Államok, Németország és az ázsiai kistigrisek, vagy nagyobb oroszlánok, sárkányok sikertörténete, valamint a három magyar sikeres 20. századi pénzügyi konszolidáció azt mutatja, hogy minden nemzeti felemelkedésnek az első lépése az egy sikeres pénzügyi konszolidáció. Sikeres költségvetési konszolidáció nélkül nem megy. Lehet, hogy anélkül sem megy, ha világháború jön, ha világválság jön, ha megbolondul egy ország, szóval lehet, hogy anélkül sem megy. De pénzügyi konszolidáció nélkül nem lesz társadalmi, gazdasági és nemzeti felemelkedés. Ez az elmúlt század három nagy gazdasági sikertörténetének egyértelmű üzenete, és a három megrekedt magyar felzárkózási kísérletének is az egyértelmű üzenete. Végezetül, milyen tisztelt miniszterelnök úr, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, hadd mondjam el, hogy a reményt éppen ez adja számunkra. A 20. században háromszor indult meg Magyarország egy végül sikeresnek bizonyult pénzügyi konszolidációval a nemzeti felemelkedés felé. Számunkra a 21. század azért a remény százada, mert minden feltételünk adott, történelmi, politikai és nemzettudati feltétel adott ahhoz, hogy egy pénzügyi konszolidáció után megépíthessük Magyarország nemzeti felemelkedését. Köszönöm szépen, megtisztelő figyelmet! Megköszönöm miniszter úr felszólalását. Tisztelt Országgyűlés, felszólalásra következik Domokos László úr, az Állami Számvevőszék elnöke 30 perces időkeretben. Elnök úr, öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt házelnök úr, tisztelt miniszterelnök úr, miniszter úr, tisztelt képviselők, hölgyeik és urak! Az Állami Számvevőszék az alkotmány és a számvevőszéki törvény alapján véleményezi az állami költségvetési javaslat megalapozottságát, a bevételi előrányzatok teljesíthetőségét. Az államháztartási törvény szerint az Országgyűlés a költségvetési törvényjavaslatot a számvevőszéki véleménnyel és a költségvetési tanács véleményével együtt tárgyalja. Az ellenőrzés elsődleges során vizsgáljuk az államháztartástól szóló törvény érvényesülését, az előirányzatok megalapozottságát, a Nemzetgazdasági Minisztérium tervezési tájékoztatójának betartását és a helyi önkormányzatok számára a központi költségvetésben tervezett forrásokat. A költségvetési törvényjavaslat véleményezése során messze menően szem előtt tartjuk, hogy az állami újraelosztás irányait és arányait az azt befolyásoló, megalapozó politikai és gazdaságpolitikai döntéseket nem érintjük, ezekre törvényi felhatalmazásunk nem terjed ki. Emellett tudatosan törekszünk arra, hogy amennyire azt a költségvetési törvényjavaslat prezentációja lehetővé teszi, költségvetési véleményünket azonos szerkezetben az évenkénti összehasonlítás lehetőtévő módon adjuk közre. A költségvetési törvényjavaslat dokumentumának tartalma, szerkezete, összeállításának metodikája nem meghatározott, ezért kialakításának, parlamenti benyújtásának, illetve véleményezésre hozzánk eljuttatásának szabályozása
és gyakorlata számunkra külső adottság, egyben markáns korlátozó feltétel. A hatályos jogrendszer nem tartalmaz előírást arra sem, hogy mennyi idő álljon rendelkezésre a vélemény elkészítéséhez. Nincs szabályozva a határidő, ameddig a teljes és végleges törvényjavaslatot meg kell kapnunk. Ez minden évben megnehezíti a véleményalkotás kialakításának munkaszervezését és ütemezését, és feszítetté teszi a munkát. A költségvetési törvényjavaslatot rendszerint az országgyűlésnek történő benyújtással azonos időpontban kapjuk meg. Ilyen körülmények között a fejezeti indoklások teljes körű véleményezésével nem tudhatjuk előmozdítani az országgyűlés költségvetési jogának gyakorlását. A költségvetési törvényjavaslat véleményezése ellenőrzése során évek óta visszatérően jelezzük, hogy hiányoznak a költségvetési törvény megalkotásának világos szabályai, hogy szükséges-e dokumentumok tartalmi és formai követelményének teljes körű rendezése és rögzítése, egyben annak áttekintése, hogy mi az az információ tartalom, amely a törvényjavaslatok országgyűlési vitájához szükséges és elégséges. Mindezen feltételek mellett a szándékunk és egyben igényünk egy teljes körű alapos és minden szempontból megbízható vélemény összeállítása, ennek érdekében igyekszünk mindent megtenni. Tisztelt Ház! A legfőbb talán, ha egy mondatba kell összefoglalnunk a megállapításunkat, hogy a most tárgyalt 2011. évi költségvetési javaslat jobb, mint a tavalyi, de valamit még lehet rajta javítani, és ennek érdekében javasoljuk is jó néhány ilyen pontnak a jobbítását, javaslatát megfogalmaztuk. Az elmúlt évekre visszatekintve megállapítható, hogy az államháztartás működési mechanizmusa 1990 óta nagyrészt megmerevedett, politikai kompromisszumok által determinált volt. A tervezési munka pedig az alulról építkező, a szakmai feladatok teljesítésére épülő, megalapozott tervezés helyett az alkú folyamatok során kialakult keretszámok, visszatervezések folyamatává vált. A tervezésnek ezt a metódusát azért is kifogásolta az állami számvevőszék folyamatosan az elmúlt években, mert a szűk mozgástér miatt különösen fontos lett volna az átlátható, nyomon követhető, a számításokkal teljes körűen alátámasztott tervező munka a megelőző időszakban is. Ma már új szemléletre van szükség az állam feladatainak meghatározásában, az ország sorsát, jövőjét érintő alapvető kérdésekben. A felzárkózási esélyt nyújtó növekedési irány új stratégiát, államháztartási megújulást igényel. Tisztelt Ház! Az állami számvevőszék tevékenységének kezdete óta beleütközünk abban az alapvető problémába, amit az állami feladatok meghatározhatatlansága jelent. Ez a hiányosság túlmutat önmagán, hiszen hatással van a stratégiai gondolkodásra, a finanszírozásra és a szervezeti struktúrára egyaránt. Szinte minden ellenőrzésünk megállapításaiban, illetve javaslataiban megjelenik az ezt célzó figyelemfelhívás. Ismétlődő ilyen tapasztalataink, illetve azok korlátozott hasznosulása arra hívja fel a figyelmet, hogy már régóta szükség lett volna az állam által vállalható és finanszírozható közfeladatok tartalmának és terjedelmének meghatározása. A nagy közösségi ellátó rendszerek korszerűsítése is megkívánja a társadalmi összefüggések körültekintő elemzését, és olyan megközelítést igényel, amely túlmutat a szűken vett fiskális szempontokon. Az ellenőrzési tapasztalataink azt mutatják, hogy ez a megközelítési mód eddig nem érvényesült. A finanszírozható állami feladatok meghatározásának hiányában jelenlegi költségvetési rendszerünk további fogyatékossága, hogy a nem megfelelően struktúrált információs rendszer miatt ténylegesen nem állapítható meg az egyes feladatokra fordított pénzeszközök évenkénti mennyisége, illetve a teljesítménymutatók hiánya miatt
az sem, hogy a ráfordítások miképpen, milyen eredményességgel hasznosulnak. Tapasztalataink megerősítik, hogy a korszerű és megbízható nemzetgazdasági tervezési rendszer nem csak a nemzetgazdaság, és benne az államháztartás fejlesztése szempontjából szükséges. A közbizalom megerősítése érdekében is igen lényeges a megbízható tervezési rendszer, hogy hatására jobban követhetővé, átláthatóbbá és kiszámíthatóbbá váljék az állami működés. Ezzel nem kielégítő állapotokra is visszavezethető a 2008-ban megtörtént eset, például a költségvetési törvényjavaslatokban 30 nap alatt jelentős változások következtek be. Az újólag benyújtott, majd két hét múlva módosított költségvetési törvényjavaslatban megjelentek mindazon problémák, amelyekre az állami számbevőszék évről évre eredménytelenül hívta fel a figyelmet. Tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselők! A 2011. évi költségvetési törvényjavaslat véleményezését talán még az eddigieknél is szorítóbb időkeretek között kellett végrehajtanunk. Az államháztartásról szóló törvény idén júliusi módosítása szerint a kormány az országgyűlési választások évében a költségvetési törvényjavaslatot a korábbi szabályokhoz képest egy hónappal később terjeszti a parlament elé. Ez azonban nem járt a tervezési folyamatnak, de különösen nem a rendelkezésre álló ellenőrzési időnek a hasonló meghosszabbodásával. A törvényjavaslatot az országgyűlésnek történt benyújtással egyidejűleg kaptuk meg, így a korábban végzett helyszíni vizsgálataink során tapasztaltaknak a tisztelt ház elé került javaslattal történő összevetésére mindössze 4 munkanap állt rendelkezésre. Figyelemmel véve az említett időbeli korlátokat, valamint azoknak a kormányzati intézkedéseknek az ütemezését, amelyek meghatározták a tervezés folyamatát, vizsgálatunkat részben a tervező szervezetektől bekért tanúsítványok, kimutatások, részben célzottan lebonyolított helyszíni vizsgálatok útján, illetve a számításokat alátámasztó dokumentációk ellenőrzésével végeztük. A törvényjavaslatban szereplő előirányzatok megítélését idén is megnehezítette a helyszíni vizsgálat lezárásakor még nem volt ismert, a 2011. évi költségvetést megalapozó egyes törvények módosításáról benyújtott törvénytervezet. Így ismét azzal a kényszerű helyzettel kellett szembesülnie az állami számvevőszéknek, hogy az országgyűlés törvényalkotó munkájához nyújtandó segítségünk elmarad attól a szinttől, amit szándékaink szerint szükséges lenne. Itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy a javaslatot tettünk a kormánynak, hogy a törvényi szinten szükséges szabályozni az éves központi költségvetés szerkezetét, tartalmát, annak kialakításában résztvevő szervezetek feladatait, ideértve az állami számbevőszék részére történő adatszolgáltatást is. Emlékeztettem a tisztelt országgyűlést arra a korábbi javaslatunkra, hogy az állam teljes gazdálkodását átfogó, a miniszter úr által is jelzett közpénzügyi törvény megalkotására vonatkozott, ennek keretében látnánk célszerűnek az említett kérdések rendezését. Az állami számvevőszék a 2011. évről szóló költségvetésről kialakított véleménye készítésénél a törvényi változásoknak megfelelően a korábbi évektől eltérően nem foglalkozott a makropálya elemzésével. A költségvetési tanács által készített anyagokat használta fel. Itt jegyzem meg, hogy a költségvetési tanács feladatait és működését a költségvetési felelősségről és a takarékos állami gazdálkodásról szóló 2008-ban megalkotott törvény szabályozza. A tanács az országgyűlés fejezeten belül önálló címet alkotva. Munkánk eredményességét sajátos kettősség jellemezte. Egyrészt pozitív változás, hogy nőtt a központi költségvetés főösszegének azon része, amelyről véleményt tudtunk mondani. Ez annak tudható be, hogy javult a tervezési folyamat előkészítése.